Hercegúton találkoztunk a táltos iskola vezetőjével, aki elmondta, hogy ilyenkor nyáron a tradíciókat megtartva Domrádon táboroznak és gyógyulnak egy hétig a résztvevők. A programok között a sárospataki látogatásnak fontos eleme van. A résztvevők mintegy 60-70%-a szemüveges, és 3-4-5 dioptriás szemüvegeket tesznek le az egyhetes tábor alatt. Egy olyan gyógyítási technikát, módszert, sort alkalmazunk, energiákkal gyógyítunk, amivel a szemizmok megerősödnek, és hát segítségül hívjuk az égieket is. Ennek egy gyönyörű pontja, amikor Sárospatakra eljöhetünk a Szent Erzsébet padhoz, hiszen mindenki tudja, hogy a világ egyik legnagyobb gyógyítója volt, és Szent Erzsébetet megidézve, az ő szellemét megidézve, itt egy újabb erőt kapunk, amivel a beteg szemek még többet gyógyulnak. Hercegúton Dercó István látta vendégül a csoportot. A pince látogatás után Sárospatakra, a Szent Erzsébet padhoz látogatott ki a közösség. Nagyon nagy élmény mindenkinek ez a dombrádi egyhetes ott tartózkodás. Tulajdonképpen mindenki a zaklatott hétköznapokból szakítja ki ezt a néhány napot, és úgy gondolom, hogy ahol sok nagy tudású, gyógyító, jó szándékú ember összegyűlik, ott rosszul nem érezhetjük magunkat. Úgyhogy mindig szívesen megyünk, évről évre visszajárunk, minden éven van egy 200-300 fős csapat, aki rendszeresen ott van. Sárospatakon a pad körülbelül egy éve került végleges helyére. Ezt gyógyító padnak nevezik, mégpedig azért, mert pozitív földsugárzásba lett elhelyezve. Tudtuk meg a forgatás során. 2 évvel ezelőtt szerveztünk Kovács Andrásnak egy előadást az akkor újonnan átadott szabadtéri színpadon. Ezen nagyon nagy létszámmal vettek részt emberek, érdeklődők, és nagyon sok olyan ember volt, aki akkor járt először életében Sárospatakon. Mivel akkor zajlott a Szent Erzsébet év, nagyon megfogta őket a városnak a hangulata, illetve az itt zajló rendezvények. És néhány ember összefogásából született ez a pad, amit a városnak adományoztak. Ez egy nagyon-nagyon szép, kivitelű, értékes darab, ami a Várnegyedben található. 1 éve került körülbelül a végleges helyére.